Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Meg kell mondjam, hogy Magyarországnak nem csak Vágási Feri, ugye a gazdagréti lakótelep Csák Norisza, az egyetlen kemény legénye, az egyetlen kemény embere, hanem vannak itt Fehérváron is nagyon-nagyon komoly teljesítmény nyújtó, nagyon-nagyon kemény legények. Mai vendégem is egyébként ebbe a táborba tartozik, ezt a tábort gyarapítja, mind sport teljesítményben, mind pedig sport tudásban. Vendégem a mai fehérvári beszélgetésekben Janóta Zoltán, Johnny. Szia, köszöntelek téged. Szia, én is köszöntöm a nézőket. Ugye téged ilyen gépembernek és minden, ami sport, én úgy szoktalak titulálni, hiszen tényleg rengeteg nagyon komoly teljesítmény fűződik a nevedhez, ezekről fogunk majd beszélgetni mindenképpen. Előtte, amikor találkoztunk legelőször, én megegyeztem neked, hogy neked olyan testalkatod van, ami látszik, hogy nagyon szálkás, nagyon izmos, de elsőre az ember ugye nem mondaná meg, hogy ilyen elképesztő teljesítmények vannak mögötted, mert úgy képzeljük el általában az ilyen hatalmas, tényleg teljesítményt tudó nyújtó embereket, hogy ez a bodybuilder versenyeket megjárt kemény legény, és közben, ahogy mondják egyébként, ez a szálkás, nagyon-nagyon szikár, nagyon vékony testalkatú emberek a legkeményebbek. Ez így van valójában, kérdezem, és hogy így van, akkor miért van így egyébként, hogyha tudományosan kicsit belemegyünk? A kérdésre, hogyha válaszolnom kell röviden, akkor nehéz, de azért megpróbálom. A legfontosabb talán az, hogy minden sportnak megvan a technikai és élettani háttere követelménye. Ha az olimpiát a legerősebbek nyernék, akkor az úszók közül is a Schwarzenegger neve lenne mindig elől, de hogy látjuk, ez nem így van szerencsére. Ha nagy izmod van, akkor azt el kell cipelni, azt táplálni kell oxigénnel, enzimekkel, és tápanyaggal, és ugye minél hosszabb a verseny, annál kevésbé van nagy izmokra szükség, inkább erőálló képességre és dinamizmusra. És a triatlon az egy pontosan egy ilyen sportág, amire az előbbi képességekre van szükség, de ugye ez csak egy olyan 40%-a az egésznek. Ez a sportág, ez kiválasztja azokat, akiknek magas az érzelmi intelligenciája, jó értelemben be tudnak kattanni, tehát ki tudják a külvilágot zárni, és mentálisan teljesen nehéz körülmények alatt, nagy nyomás alatt is tudnak teljesíteni. Az nagyon szépen megfogalmazta. Beszélünk majd arról is, hogy te tudományosan is felkészülsz minden versenyre, tehát nem úgy van, hogy oda megyek, és akkor sprintelek, végigbringázom, vagy éppen bármilyen versenyen vagy. Ez nagyon komolyan neked fel van építve, de előtte, hogyha már említettük a sportsikereket, annyi van, hogy én fel se tudnám sorolni, ezért kérlek téged, te, aki átélted, aki megcsináltad, hogy sorolt fel, hogy milyen sport eredményeid, sikereid vannak. Ezt is megpróbálom röviden. Nem mindig a sportról szeretek úgy beszélni, amit én csinálok. Uh-huh. Inkább az nagyon fontos, hogy ugye nekem szakmai része is van, tehát én más emberek álmait, sportálmait is szeretem megvalósítani, ezért is rengetegen kérnek fel. Az egyik legbüszkébb, amire vagyok, az a 14-szeres Ironman címem. Ezt fordítsuk le magyarul, ez mit jelent mondjuk távokban, hogy értsük, 14-szeres Ironman? Igen, ez a triatlonnak a legmagasabb kategóriája, az alfa és omega, hogy lehet ezt így mondani. Ez 3800 méter nyílt vízi úszásból, utána rögtön egy 180 kilométeres kerékpárból áll, itt sincs megállás, nincs kávészünet, nincs csere, nincsen félidő, és utána, ha ez is megvan, akkor egy nagyon könnyű, hosszú maratoni futással fejezzük be ezt az egész szép történetet. Mik vannak még, milyen versenyeken vettél még egyébként részt, mi az, amit ugye érdemes tudni? Nagyon szeretek félmaratont és maratont is futni, azért, mert ide is nagyon fontos, hogy észben, intelligenciában ott legyél, hogy amit mutat az órád, fel van építve tudományosan, azt tud hozni. Egy nagyon jó példa erre, Fehérváron is van félmaraton, három körből állt a félmaraton, mindegyik kört, mindegyik 7 kilométeres kört 10 másodpercen belüli különbségekkel tudtam teljesíteni, és ezért volt az ideivel, hogyha jól emlékszik a kedves néző, szél, hó, sár, meleg, mindenféle időjárási körülmény, van egy kis emelkedő, vannak kanyarok, a többi versenyzőt is kerülgetni kell, ennek ellenére sikerült ezt megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez a sava borsa, amikor magadat teljesen a jó értelemben kihasználva tudsz a cél felé menni. Az Ironman mellett van egy ötszörös Somogy megyei felnőtt duatlon bajnoki címem, az is egy nagyon szép, és bár hosszúságban meg sem közelíti az Ironman-t, hiszen ez csak egy egyórás verseny, de azt úgy is mondhatnám, hogy olyan gyors, hogy egy levegővel kell megcsinálni, és az ellenfelek meg nem kimélnek. Persze, persze. Ez mellett duatlonban, csapatban is az ország legjobbjai voltunk még juniorban, sok évvel ezelőtt, illetve diákolimpián még egy hatodik helyen van, és ez a sportág, ami mutatja a triatlon, hogy a duatlonban is ugyanilyen nehéz körülmények között, és nehéz
ellenfelekkel kell megküzdenünk. Gyermekkorodban egyébként ilyen örök mozgó gyerek volt, tehát te voltál az a gyerek, akit nem lehetett behajtani este 10-kor sem, hanem még mit tudom, futok, sportolok, edzek, vagy egy tök átlagos gyerek voltál, és valamiért jött ez a szó jó értelmében vett bekattanás, hogy te ráálltál a sportra. Nagyon jól mondtad, hogy én szeretem azt megfogalmazni mindig, hogy én átlagos gyerek voltam. Uh-huh. Ugyanúgy megszittak az óvodában és az iskolában is, elszöktem, almát loptam a szomszédból. Uh-huh. De nagyon fontos, hogy a szüleim mindig engedtek mozogni, és hogyha egy dolgot lehet mindig javasolnom, akkor azt szoktam mondani, hogy ne tanítsák a szülők 5 éves korban a gyerekeket angolra, inkább engedjék ki és játsszák őket. Velem is ezt tették, és felnőttem, azt gondolom, hogy normális felnőtt lettem, normális értékrenddel. Szerettem mindig futni, kerékpározni, nagyon jó úszás oktatóm volt, aki szerette megtanítani, hogy miért kell ezt, miért ilyen fontos az úszás. És azt gondolom, hogy ez már eleve arra felé irányzott engem, hogy hát ha ez a 3 megy, akkor próbáljuk meg egyben is. Ugye említettem a kedves nézőknek, hogy te versenyre nem csak úgy mész oda, és úgy indulsz el, hogy akkor gyorsan megcsinálom, lesz, ami lesz, hanem te nagyon tudatosan megtervezed, tehát körző vonalzó, írólap, tényleg nagyon nagy tervezési munkálatok zajlanak, ezt nekem mesélted. Erről beszélj egy kicsit, hogy zajlik egy ilyen versenynek a megtervezése, illetve tudom, hogy neked vannak azért nagyon komoly végzettségeid, de ezt, hogy tudjatok szakszerűen csinálni. Igen, a testnevelés egyetemen mint triatlon edző is végeztem, és mint testnevelő tanár is. Ez mellett funkcionális erőfejlesztésben is, illetve pulzusmérésben van nagyon komoly hátterem, hogyha ezt nagy képviség nélkül mondhatom, és eredményem mind a saját életemben, mint a klienseimmel. De nagyon fontos tudni, nagyon fontos ismerni önmagadat, a saját sportágadban a különböző terhelési zónákat, versenyre lebontva, távra lebontva, különböző lelki és fizikai állapotra is lebontva. Egy példa, ugye volt Balatonkenesén egy Ironman távú verseny, ahol második lettem. 10 órás verseny, de mégiscsak 6 perccel maradtam le. Így mondva, hát igen, fáj az ember szíve. Előző nap kerékpáros baleset volt, úgy volt, hogy még nem is tudok lábra állni. Ennek ellenére az éjszakát azzal töltöttük a csapattársaimmal, hogy összerakjuk a tervet újra, hogy mire van szükségem ebben a versenyben, és azt gondolom, hogy jól sikerült. Uh-huh. Hát igen, eléggé hiszen második lettél. Igen, igen. Ez nekem felér egy győzelemmel. Aranyosan csillogó ezüstnek mondhatnám. Uh-huh. A másik a kerékpár, ugye az a leghosszabb táv, és ott a nyomaték, a watt, a fordulatszám, a pulzus, a légellenállás, mind-mind, a guminyomás, a gumik megválasztása, milyen szélesen. Ezek bőven adnak feladatot előre is, közbe is, akkor még nem is mondtam, hogy a versenyen, hogyha 3 fokkal melegebb van, akkor mit kell csinálni, ha állandóan fúj a szél, akkor mit kell, mert nagyon becsapós lehet. Hm. Ugye az fontos, hogy mindig az ego próbálja fölülírni az élettant, ami sose sikerül. Uh-huh. Az életen az akkor is működik, ha akarod, ha nem. És ezért mindig arra kell hallgatnom, amit az órám mutat, és amit megterveztem, saját magamra próbálom kivitelezni. Magánéletben is ilyen analitikus tervező ember vagy egyébként, mint mondjuk a sportban? Tehát mindent megtervezel, átnézel, körüljárod nagyon-nagyon sokszor? Szeretem jól csinálni azt, amit belevágok. Hiszem is, hogy így van. De nem vagyok annyira rátartó, hogy azt higgyem, hogy minden sikerül is. Uh-huh. Nagyon sokat tanulok, és nagyon sokat hibázok, de talán emberek vagyunk, ettől lesz jobb, hogy állandóan kell magunkat elemezni, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk. Sosem szeretem azt tálalni, vagy úgy tálalni, éppen a hétvégi konferencián, ahol előadtam, hogy én mindent tudok. A magánéletben magasan van a mérce, magammal és másokkal szemben is, ezért mondhatnám azt, hogy nehéz velem, de ilyen az élet. Persze. Ugye mondtad, nem csak magadat, hanem az embereket is nagyon szeretett trenírozni, és szeretszélek az embereknek segíteni, illetve a vágyaikat a sport területén, hogy megvalósuljanak, ahhoz adsz nekik rengeteg segítséget. Most beszéljünk a magyar emberekről, illetve a sportról. Először nagy átlagban mit gondolsz a magyar, és most nem a hivatásos sportoló, a magyar szó jó értelmében vett átlag embernek a sportjáról. Hol tartunk? Rossz a helyzet? Sokkal jobb a helyzet, mint volt? Mit gondolsz erről? Arról is ismernek az emberek, hogyha már a mércénél tartunk, hogy én nem nagyon szeretem vék alá rejteni a véleményemet a sporttal, meg a teljesítmény kapcsolatban. Egyrészt, mert hogyha másoknak lehet hazudni, de ha magunknak hazudunk, az borzasztóan rossz irányba visz. És van egy kifejezés, amivel folyamatosan találkozok a rádióban is, illetve a közmédiában. Ez pedig a sportnemzet, és ezt én rendkívül szélsőségesen kezelem, mert egy olyan társadalomban, ahol az embereknek a 70%-a nem csinál semmit, azt nem nagyon nevezhetjük sport
vagy sikeres nemzetnek ebből a szempontból. Vannak olimpikonjaink, az nagyon fontos, és azt hiszem a rádióban is volt nem régen erről szó. És vagyunk mi, az átlagemberek, és a kettő közötti kapcsolat az nagyon, nagyon felszínes. Én készítettem még egy jó 10 évvel ezelőtt egy akciótervet, egy 10 pontosat, amit ha a pártpolitikát kihagyjuk, akkor mondhatom azt, hogy mindegyik pártnak elküldtem, hogy ezzel tuti befutó lenne, és ahogy te nem kaptál rá választ, úgy én sem kaptam rá választ, és ez nagyon minimális befektetéssel, nagyon-nagyon hatékonyan megtérülő befektetés lett volna emberileg, anyagilag és a társadalom egészét nézve is. Beszéljünk arról, hogyha valaki mondjuk most nézi ezt a műsort, és már régóta gondolkozik azon, először a gyerekekkel kezdjük, hogy a gyermekemet beszeretném iratni sportra. Annyiféle sportág van tényleg, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik, mindent lehet már csinálni az ég adta egy világon. Nyilván fontos, hogy gyereknek mihez van kedve, de hogyha gyerek mondjuk tanástalan, mint a kisköség, ahogy szoktam mondani, akkor te mit javasolsz mondjuk gyermekeknek, amit csinálnak sportot, ami tényleg fejleszti őket, fejleszti az idegrendszerüket, fejleszti az állóképességüket. Mi az, amit sportoljon egy gyerek, mondjuk egy óvodás kortól, például egy nagy csoporttól, és mi az, amit mondjuk kerüljön el mindenképpen még ilyen fiatal korban? Egyetlen egy szóval lehetne ezt kifejezni, az pedig, amit el kéne kerülnie, az pedig az élsport. Mindenféleképpen. Külföldön látjuk a mintát, ott már bevált, nem kell feltalálni a spanyol viaszt. 12-14 éves korig bőven el lehet dönteni, hogy valaki élsportoló lesz. A rendszeresség az nagyon fontos. A saját testét, mozgásvilágát ismerje meg a gyerek. Ezt kell fölépíteni, ezt kell jól csinálni, magasfokú technikával, kell rendelkezni az edzőnek, hogy megtanítsa rá a gyereket. De igazából az alapsportág, az úszás, kerékpár, futás, mint ami amúgy is minden nap szükséges, torna például. Én a gyerekeket szoktam javasolni, hogy a szülőkkel együtt menjenek el jogázni, de akár a művészi torna, az RSG is rendkívül jól fejleszt, bár nem annyira férfiaknak való, de azért ott is lehet sok mindent tanulni. Nekem is szokott zsibadni mindenem, amikor néha részt veszek egy ilyenen. Ezek a legfontosabbak, és utána lehet úgymond specializálódni egy-egy sportágra, de minden sportágnak annyira széles a mozgás anyaga, hogy az egysíkúság az semmiképpen sem mondható rá, hogy abban ettől kéne félteni a gyereket. Beszéljünk most a felnőttekről. Szerencsére Fehérváron az utóbbi években tényleg olyan beruházások valósultak meg, amik a fehérvári, és mondom még egyszer, a szó nemes értelmében vett átlagembernek a sportját, a hétköznapi sportot ugye könnyen megvalósíthatóvá teszi. Gondoljunk a kondiparkokra, nagyon megszámlálhatatlan, hogy hány helyen van Fehérváron kondipark. Gondoljunk például azokra a futófelületekre, akár a Bregyóra, akár a Haleszra, vagy éppen ami megújult most csónakázott ott, és állítólag nagyon jól lehet futni körötte, vagy a palotavárosi tavakról. Tényleg az ember tud sportolni, tud nagyon-nagyon jól futni. Te mit javasolsz mondjuk egy olyan embernek, aki szépen ledolgozza X munkaidejét, nem is keresi azért nagyon-nagyon durván így degeszre magát, de szeretne mindenképpen sportolni, és mondom, nem sok ideje van, nincs is rá nagyon sok pénze. Mi az, amit érdemes neki csinálnia, és hogy érdemes neki állnia? Úgy is ismernek engem, hogy a hatékonyságra, aki nagyon rámegy, ezért a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb izmot és a keringést is egyszerre megmozgatni. Erre pedig azt szoktam mondani, hogy a láb mindig kéznél van. Ez jó szöveg, igen. Az erős séta, a kocogás, az emelkedőre, a lépcsőre sétálás az szinte evidens mindenkinek, azt mindenki meg tudja csinálni. És sok piciből összerakva, kis kocogás, kis séta, lehet egyre hosszabbra növelni az aktív futó részek vagy kocogós részeknek az időtartamát, és ebből lesz egy futóforma, amikor már azon gondolkodik az ember, hogy egy 7 kilométeres futóversenyt lehet, hogy meg kéne csinálni. Hiszen pont az a lényeg, mindig azt szoktam érezni az emberektől, hogy csinálják, de amikor meg kéne méretetni magukat, mert jó lenne, hiszen ez egy jó visszajelzés, akkor a nagyon nagy többség az mindig meghátrál, mint hogyha valamiféle világbajnokságon kéne részt venni, pedig az élet erről szól, hogy mindig megmérettetünk, és balra vagy jobbra kell utána menni. Hát ezt én mindenképpen javaslom, hogy ezzel az úgymond sportággal, a futás, kocogás és az erős sétával érdemes próbálkozni, és ahogy mondtad, a városban bőven van hely, lesz még fejlesztés is, a Maroshegyen is, szerencsére. Örülök neki, alig várom, hogy azt is tesztelhessem, és elmondhassam az embereknek, hogy milyen. Én az erdélyi futópályák
nak a fejlesztésére még nagyon... Főleg kánikulában ugye nagyon jó, hiszen elképesztő melegek a nyarak, egyre melegebbek, tehát nagyon fontos annak is a megoldása egyébként, és nagyon jó szóba hoztad, én is azt gondolom, hogy amikor az ember nyáron sportolni akar, ne csak mondjuk hajnal 4-kor, meg este 8 után tudjon, mert egyébként napközben nem lehet, mert akkor végünk lesz teljesen, hanem tényleg, hogy erdőben is, vagy olyan fedettebb részen is. Igen, itt a Bregyó környékén is van. Én erre is van tervem, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni, és nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, ha csak egy 200 méteres körön tudna csak körözni, de ez majd a jövő zenéje. Persze. Ha megkérnek, én nagyon szívesen veszek részt minden ilyen fejlesztésben, hiszen nem csak nekem jó, de a városiaknak is, vagy a környéken élőknek is jó, hogyha minél több fajta lehetőség közül tudnak választani. Felnőtteknél jártunk, hogy a felnőttek sportolását, tehát ajánlottad előszeretettel a futást. Heti hányszor és kb. Mennyit fussunk egyébként? Múltkor rádióban erről beszélgettünk, a 3x20 percnél kevesebbet semmiképpen sem. Tehát heti 3x20 perc. Így van, és egy nap kihagyással, hiszen a szervezetnek ez is sok, a semmi terjes után. Ki kell hagyni napot mindenképpen, azt mondod egyébként? Tehát hogyha valaki mondjuk azt mondja, hétfőtől péntekig sportol minden nap, az nem feltétlenül jó, hiszen kell mindig egy napot rápihenni, és inkább akkor vegyük bele a hétvégéket, de az egy nap kihagyás mindenképpen legyen meg? Nem muszáj, ez is egyén függő, hiszen neked is más egy 7 km lefutása, nekem is más egy 7 km lefutása, ha most csak így távokról beszélgetünk. Futottunk már együtt, csúnyán ott hagytál egyébként. Én akkor más csináltam. Nekem más volt a program. Igen. De a legfontosabb, hogy legyél éhes a sikerre, legyél éhes a holnapi, meg a holnap utáni mozgásra, van időd, tehát amit 17 évig, 20 évig esetleg nem csináltál, akkor azt ne jövő hét keddig próbáld bepótolni, mert az nem fog menni. Világ. Ez egy életre szóló változás. A másik nagy taposó akna itt az emberek kapcsán, az egészségben ennyire belementünk, és lassan a műsor vége felé járunk, a táplálkozás az, amit előszeretettel elszorunk. Mi a magyar ember táplálkozásának szerinted a rákfenéje, min kéne változtatni, mi az, amit elrontunk, és mi az, amit esetleg jól csinálunk? Hát a rákfenéje a normális fizetés, azt gondolom, és ez megint egy másik műsor Persze. témája, de azt gondolom, hogy ami keretünk van, abból kell kiindulni. Én talán a finomított cukroknak a lehető legkisebb felhasználását javasolnám. Mindent cukrozunk, mindent édesen akar a magyar ember, pedig ki kell próbálni, hogy 3-4 nap után, hogyha nem cukrozunk semmit, az ételeknek mennyire más íze tud lenni. Másik a panírozás, meg a fehérliszt, ezt is elhagynám, és a teljes kiőrlésű, lassan felszívódó ételek, gabonatermékek közül jó lenne, ha az ember tudnak választani, válogatni. Most már a gluténmentes, illetve a laktózmentes termékek is egyre jobban bejönnek, akár a tejtermékeket mondom. Ha valaki nem tejérzékeny, annak is érdemes, hiszen minél kevesebb faktor van, ami esetleg később árthat, de ha csak könnyebben megemésztjük, akkor már nyert ügyünk van. Uh-huh. Tehát akkor azt mondod, hogy ezeket inkább a szénhidrátokat, és most nyilván nem a pékségek forgalmát szeretnénk rontani, de minél kevesebbszer látogassuk. Finom termékek vannak ott nyilván, de hogyha valaki mondjuk reggelire is, 10 óraira is, esetleg ebédre, meg uzsonnára is ilyeneket eszik, az ugye pár hónap múlva megnézheti magát. Igen, a péksüteményekben hát olyan túl sok fehérje nincsen, és az emberi testnek egy nagyon nagy része a vízen kívül fehérjéből áll, nem tésztából, ha lehet ezt mondani, nem a tésztát kell pótolni. Egyébként én is édes szájú vagyok, de próbálom ezt a versenyek után, amikor amúgy is megengedett, vagy edzések közben, amikor amúgy is kell a gyors energia szervezetnek, akkor fogyasztani. És a zserbó az egyik kedvencem. Megértem. De a nagymamaféle, amit a nagymamák csinálnak, az a zserbó, ami benne van a zselés szaloncukros dobozba szépen, igen. Az a kicsit szabálytalan diós zserbó. Pontosan, Hűtőbe téve a legjobb nekem is. Igen, abszolút. A csapatom, a kis triatlon csapatomnál a gyerekeket is mindig errefelé terelem, hogy inkább próbáljuk edzés előtt rögtön megenni, ha van csoki, vagy edzés közben, ha kell, akkor még én is eltárolom. Csak ne az este, meg ne a nap közben folyamatosan. Igen. Beszéljünk a jövőből, a jövőbeli terveidről. Gondolom van rengeteg terved a jövőre vonatkozólag. Nézzük a magánéletét, és nézzük mondjuk a sportterveket, válasszuk külön. Szeretnék Fehérváron maradni, mert azt gondolom, és azt látom, hogy igény van a munkámra. Most egyre többen keresnek meg, de nem is csak fehérváriak, most éppen egy motorsport, egy technikai sportból keresnek meg, hogy segítsek fölkészülni a világbajnoki futamokra, mint erőléti és táplálkozási tanácsadó. Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség és felkérés, és nagyon szívesen igent mondtam. Erről remélem többen hallanak majd a közeljövőben. Ez az egyik része. A másik egy táplálék kiegészítőkkel foglalkozó európai hírű cégnek vagyok a szaktanácsadója. Azzal is készülünk egy nagy dobásra közeljövőben, erről is fognak tudni az emberek, és nagyon fontos, hogy itt a cég
mint versenyzőt is támogat, és a csapatom felé is próbál nyitni, hiszen a gyerekek, családok egészséges életmód, amiről beszélgettünk is, az mindenkinek fontos, és a minőségi táplálkozás szintén, ezt próbáljuk összekapcsolni, és remélem, hogy jó hírekről számolhatok be a legközelebb. Két hét múlva féltávú Ironman, utána rá 3 hét múlva a Magyar Hosszútávú Triatlon Bajnokság Nagyatádon. Ezt szeretném egy minél fényesebb eredménnyel. Megnyerni, tehát ez a célod, hogy megnyerni? Hm? Én nagyon realista vagyok, úgyhogy ilyet nem fogok mondani, hiszen nem ebből élek. 24 órában nem vagyok triatlonos szerencsére, nem vagyok állandóan nyomás alatt, de az én korosztályomban az ország 3 legjobbjának lenni, az nálam felér egy nyeréssel, egy olimpiai címmel, mert itt aztán az utolsó fél órában is nagyon sok minden eldőlhet a versenyen. Legyen így, és legyen minél fényesebb az érem. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget. És önöknek pedig köszönöm szintén, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.